Természettudományos élményközpont nyílik hamarosan Nyíregyházán. Az önkormányzat és a Nyíregyházi Egyetem sikeres pályázatának köszönhetően egy olyan központot hoznak létre a szakemberek, ahol a természettudományos tantárgyakat próbálják érdekesebbé tenni, és jobban megismertetni az általános és középiskolás diákokkal. Háttérbe szorult a tudományos képzés az elmúlt időszakban. Kirívóan alacsony a műszaki és a természettudományos diplomát szerzők száma. Másik probléma, hogy a felső oktatási intézményekbe bekerülő hallgatók felkészültsége is elmarad a kívánatostól. Ennek is köszönhető, hogy magas a lemorzsolódási arány. Nyíregyháza és térségében nagy igény mutatkozik a szakképzett természettudományú végzettségű munkaerő iránt, amelyet a munkaerő piac nem tud kielégíteni. Ezek alapján a Nyíregyházi Egyetem programjának célja, hogy a természettudományos és műszaki pályát végzettek számát növelje. Ennek érdekében egy úgynevezett élményközpontot is kialakítanak. A Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyháza Város önkormányzata tavaly nyert egy pályázatot. Ennek köszönhetően kaptak támogatást az élményközpont kialakítására, amely a Bátori utcában fog majd működni, várhatóan 2018 őszétől az általános és középiskolák számára. Vendég a stúdióban Tumpek András, projektmenedzser. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kívánok, a kívást. Hát én akkor arra kérném, hogy legyen oly kedves, és vázolja, hogy pontosan miről is szól ez az élményközpont. Mennyiben nyújthat többet ez az élményközpont, mint hogy, hogyha a, a diákok részt vesznek egy általános, illetve középiskolás tanórán, és ott mondjuk a, a, a tanárok részesítik őket ilyesfajta élményekben. De először is a maga az élményközpont a nevéből adódóan, élményközponton próbálja megragadni ezt az egész természettudományos és műszaki oktatást, és amennyiben több vagy másabb, ahol fogalmazunk úgy, hogy másabb, illetve képnek megpróbálja kiegészíteni a köznevelésben foglalt feladatokat, Elsősorban magával a környezettel, amelyet igyekszünk tanulóbarátra hangolni, és egy ilyen kicsit színesebb, vidámabbá tenni az egész környezetet, illetve a pályázatnak köszönhetően elég komoly beruházás, eszközberuházás is megvalósul, amely azt jelenti, hogy akár robotika, akár műszaki kémia, fizika, tudományos területen is olyan eszközök beszerzését tudjuk megvalósítani, amelyek lehetővé teszik, hogy akár a köznevelésben fennálló lehetőségeken túlmutatóan a gyerekek maguk is kísérteket végezzenek, kipróbáljanak dolgokat, és megtapasztalják ennek eredményeit. Hát gondolom azért már nagyjából körvonal az útak az, hogy pontosan itt milyen élményekre lehet számítani, de hogyan kell elképzelni azért? Azért azt próbálja meg átadni. Tudom, hogy nem egyszerű, de... Igen, ha nagyon Szorosan akarnám megfogni ezt a dolgot. Tulajdonképpen ugyanígy tantermekben gondolkodhatunk, de ezek a tantermek egy kicsit más kialakítással lesznek, mint az iskolában megszokottak. És uh, próbáljuk az eszközrendszer is, ami hozzá van rendelve, illetve a gyerekek rendelkezésére áll, ez is egy kicsit ilyen vidámabb, játékosabb, de ugyanakkor elég komoly szakmai tartalommal, mögöttes szakmai tartalommal is rendelkeznek. Tehát ténylegesen azt jelenti, hogy a gyerekek kísérteket fognak végezni, építenek és uh, terepasztalon dolgoznak. Leva... Emellett, bocsánat, Igen. hogy emellett még kialakítunk egy közösségi teret is, illetve lesznek klubhelyiségek is, tehát szeretnénk az, hogyha az élményközpont nem csak a, az oktatás, hanem a szociális kompetenciákat is fejleszteni egy ilyen műképzelők mi először, mint egy találkozási központot, ahol gyerekek és tanárok vagy érdeklődők is be tudnak jönni. Hogyan kötik össze az oktatási intézményeket és a lehető élményközpontot? Jelenleg most 17 iskola vesz részt ebben a pályázatban. Nyíregyházi? É, nem, nem, igyekszünk, erre hangsúlyt fektettünk, és ez a pályázatnak is a része volt, hogy nem csak nyíregyháziakat, hanem a nyíregyházán kívül más városokban vagy településeken elhezkedő iskolákat is, hiszen nagyon fontos, szerintem erről beszélnünk kell, hogy a hátránykompenzáció is szerepet játszik ebben a pályázatban, tehát hogy a kevésbé felszerelt iskolák is, tanulói is tudjanak részesülni ebben az élményben, és ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a, a pályázat keretén belül mozgatjuk a gyermekeket, tehát hogy buszokkal és kísérőtanárokkal, tehát hogy külön terhet nem róvunk az iskolákra. Tehát akkor teszem azt reggel 8 órakor elkezdődik a diáknak a, a, a napja, és akkor a második, harmadik óra keretében pedig irány az élményközpont. Vagy akár nálunk kezdi a napját, ja, és értek. élményekkel felruházva tér vissza az intézményébe, és folytatja a rendes iskolai munkáját. Általános és középiskolákról van igen. szó. Igen, igen abban, hogy kialakítják ezeket a programokat, kik vesznek részt, mert hát gondolom azért szakembereket is bevonnak. Természetesen hát a, a tananyagokat a Nyíregyházi Egyetem nagy szak, szaktudással rendelkező szakemberei, akik nem csak az adott szakmának a elismert, elismert szakemberei, hanem mellette pedagógiai tapasztalataik is vannak, és ők alakították ki a tanmenetet, a, amely modulrendszer szerűen épül fel, tehát hogy gyerekek bármikor be tudnak kapcsolódni, egy-egy újabb részbe, vagy de természetesen lesznek olyan kísérletek, vagy dolgok, amelyek átívelnek egy-egy órán, de a, főleg a Nyíregyházi Egyetem dolgozta ki a tanmeneteket, és vett részt ebben. Itt oktatási nevelési intézményekről beszélünk, de hogy, hogyha egy család úgy dönt, hogy szívesen ellátogatna majd, akkor azt megteheti? Lesznek számukra programok? Ez ugyan messzire vezet, ez a kérdés, de természetesen igen, az élményközpontot szeretnénk megtölteni élettel, abból a szempontból is, hogy tervezünk nyári táborokat, előadássorozatokat, amelyek ugyanúgy nyitottak lesznek a nagy közösség számára is. Uh -huh. Mennyiből valósul meg egyébként a, a projekt? Ez több mint 240 millió forintos beruházás lesz, ez ugye sok tényezőből tevődik össze, van egy ingatlan felújítás, van egy eszközbeszerzés, amely mind a kettő elég nagy falat mikorra szeretnék megvalósítani. Jelenlegi terveink szerint az élményközpont teljes kapacitással évelejétől fog működni. Rendben, köszönöm szépen, hogy Én is voltam. köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.